Egy nyári napon történt velem, hogy csak úgy cél nélkül bókláztam az utcákon. Kis faluban élek, ezért nincs is olyan sok szórakozási lehetőségem. Éppen hazafelé indultam. Céltudatosan sétáltam előre, mert már csak egy sarokra volt az utcám. Utána meg már nem nagy időbe telik a hazafelé út. De valamiért balra fordítottam a fejemet, és ránéztem a vasútnál álló vagonra. Tudni kell erről, hogy ez a bizonyos vagon már évek óta ott áll mozdulatlanul. Ezt mindig is furcsáltam, bár nem igazán zavart semmit, mert ezen a vasúton már alig jár vonat. Ez belátható annak, hogy eléggé félre eső helyen élünk. Érdekelt, mi volt benne. Nem hasonlított semmiféle eddig látott szállító vagonra. Így úgy döntöttem, megnézem. Oda sétáltam. Látszott rajta, hogy már meg volt viselve. Egy kis létre volt ott. De eléggé bizonytalanul másztam rajta, mert minden egyes fok megtétele után, mintha ki akarna esni a helyéről. Remegve, de felértem. A létre leesett, leszakadt pont azután, hogy felértem. Megdermedtem. Egyszerre éreztem magam megkönnyebbültnek, hogy nem akkor szakadt le, amikor másztam, és letöltnek, mivel nem tudtam, hogy hogyan jutok le anélkül, hogy eltörném a lábam. A kétségbeesésemet valamelyest visszafoltottam, és ha már itt vagyok, alapon felnyitottam a fenti bejáratot. Benéztem, sötétség volt, bár nem is számítottam másra. Bár egy kicsit fura volt, mert kívülről teljesen leharcoltnak látszik, de mégse voltak kis rések, ahol a fény behatolhatott volna. Elővettem a telefonom, 17%, de gondoltam, csak nem erőlteti meg az aksit a zseblámpa funkció. Bevilágítottam, nem láttam semmit. De volt egy pont, ahova képtelen voltam fényt erőszakolni a kis mozgástér, meg a vagon belső felépítése miatt. Hát nincs mit tenni, mondtam. Lemásztam. Úgy éreztem, hogy az alapzat bármikor széteshet. Kicsit megrémültem, de már ott voltam. Közel mentem ahhoz a bizonyos ponthoz, és odavilágítottam. Amit ott láttam, ledöbbentett. Egyfajta sovány, csontos, néhol szőrlépte lény látványa fogadott. A szemei csukottak voltak, úgy látszott alszik, mert a légzését tisztán hallottam. Olyan volt, mintha minden egyes szuszogása az utolsó lett volna. Egy csonthalmazon feküdt a lehető legnagyobb nyugodtsággal. Nem tudtam, mit tegyek. Mi lesz akkor, ha a lény felkel? Mit tesz velem? Felfal, széttép vagy rosszabb? Ezekhez hasonló és sok más kérdés futott át az agyamon. Visszatartottam a sikolyomat, sőt a légzésemet is. Lassan hátra fordultam, és óvatos léptekkel próbáltam minél hamarabb a létrához érni, de aztán a telefonom leesett, és lehetőleg hangosabb koppanással ért le a képernyő felületre. Egyszer csak egy morgás, majd néhány fájdalmas köhintés felkelt. A szörny a telefonfénye felé hajlott, és láthattam az arcát. Vagy pofáját, vagy nem tudom, minek nevezzem ezt. Emberre hajazó fejforma, széles száj, erős állkapocs és sárga pengéhez hasonlítható fogak. Olyan nagy erővel csaptam fel a bejáratot, hogy leesett. A vagon tetején találtam magam, és gondolkodás nélkül leugrottam. A bal lábam, mintha eltört volna, vagy nem tudom, de minden egyes járásra tett kísérlet fájdalmas volt. Utánam jött, és végre teljes valóban láthattam ezt a borzalmat. A magasságát nem tudnám besatszolni, de akkor is hihetetlenül óriásinak tűnt. Fehér bőr, az előbb elmondott borzalmas fogsor, állkapocs, hatalmas markaink karmok helyezkedtek el. Négy kézláb közeledtek felém, közben mintha vér csorgott volna le a szája szélén. Én próbálkoztam a meneküléssel, de csupán csak lassan tudtam hátrálni a lábam miatt. Megbotlottam a sínben. A fájdalom leírhatatlan volt. És a lény csak közeledett. Elbögtem magam, és ódibálva elkezdtem dobálni a sínek között elhelyezkedő kövekkel. De nem tágított. Mikor már a sín felé ért, hallottam valamit. Nem tisztán, de mintha egy női hang zengett volna a fülemben. A szörny is félrenézett, de hamar visszatekintett rám. Vége van. Éreztem. Aztán egyszer csak két pittyogás vízhangját hallottam. Csengett a fülem. Ez kizökkentett. Hátrébb csúsztam a sínen túlra, és elkezdtem felvenni egy védő pozíciót. Karomat a fejem fölé tartva, remegve vártam a halált. Aztán egyszer csak jött egy vonat,
ami szó szerint eltiporta a szörnyet. Fájdalmas ordítás, hosszú távú fékezés hang. Elájultam. A kórházban ébredtem, felstrócolt lábbal és infúzióval. Láttam a szüleimet a szobám ablakán keresztül beszélni az orvossal. Anya hamar észrevette azt, hogy ébren vagyok, és beszaladt a szobába. A félelem és az idegességgel kevert hangján hevesen érdeklődött az állapotomról. Nem sokkal később két rendőr érkezett a kórterembe, és az eset iránt érdeklődtek. Elmondtam nekik mindent. Az egyik rendőr azt mondta, nem vedhetjük el a történetet teljesen, mert a vonatvezető is alátámasztotta azt, hogy egy furcsa lény volt a sineken. Tehát akkor mi van a szörnyel? Kiderítették, hogy mi az? Pont ez a probléma. A vezető vallomása szerint a szörny állítólagos holtteste eltűnt, és ezt a terep szemlén alá is támasztottuk. Nem találtunk semmit, se szörnyet, se csonthalmazt, se vasfelőt. Ez lehetetlen, nem hiszem el, gondoltam magamba. Rendőrök megfordultak, és ezt mondták a szüleimnek. A nyomozás további fejleményeiről tájékoztatva lesznek. Elmentek. Ez volt 2 éve, azóta se értesítettek minket semmiről. Bár azt megtudtam, hogy az a női hang csupán csak a vonat érkezését jelzőbe mondó volt, és azt a pittyegést a lemerülő telefonom adta ki. Azóta elköltöztünk egy másik faluba. De egy 1,5 évvel az eset után visszamentem meglátogatni a régi ismerősöket. Elmentünk a vasút mellett, és láttam a vagont. Furcsa volt újra látni, de a legmeglepőbb az volt, hogy a teteje vissza volt rakva. Azóta sem mentem a helység közelébe. Este, amikor hazaértem a munkából, levágottam a kanapémra, de éreztem egy kis fájdalmat a combom felső részén. Jaj, hogy is felejthettem el a túlélő készletem. Kicsit paranoiás vagyok, ki tudja, mikor kelhet. Van benne egy gyufa, kis bicska, gyors kötöző, szigetelő szalag és vatta. Ezért átfordulok a másik oldalamra és bekapcsolom a tévém. Amikor végre elálmosodtam és elmentem aludni, akkor elfelejtettem kikapcsolni a tévémet. Visszagondolva, ez egy nagy hiba volt. Minden este úgy alszom el, hogy bámulok ki az ablakomon és figyelem a csillagokat. Az éjszaka közepén arra ébredtem, hogy csoszogást hallottam az ablakom alól. Kinézek és körülbelül 180 magas, nagyjából 120 kilós embert láttam, ahogy kialakozott cipőjével csoszogott. Úgy voltam vele, hogy csinálja csak, ha neki jól esik. Visszafeküdtem, de nem tudtam visszaaludni. Már nem tudtam. Egyszer csak abba maradt a csoszogás. Visszanézett és egyenesen maga elé bámult. Most már kezdtem nagyon beszarni. Hallottam, ahogy az ajtón kilincs elfordult. Furcsa, mert azt hittem bezártam, de az volt a legkevésbé érdekes. Felkaptam a túlélőkészletem, és bebújtam a lehető leghalkabban a szekrénybe. Gyors kötözővel rögzítettem a szekrény ajtón kilincsét, és a kést kezembe vettem. Hallottam a lépteit, lassú, kiegyensúlyozott léptek voltak, karistolt a falon. Majd egyszer csak elkezdte rángatni a szekrény ajtót, mintha már rutinból csinálná, abba maradt. Majd egyszer csak egy nagy rántás. Elszakadt a gyors kötöző. Az utolsó dolog, amire emlékszem, a fülegérő vigyora.